Fiatal birkózókkal népesült, de szombaton a balkáni általános iskola sportcsarnoka. Itt rendezték meg immár 8. alkalommal az összetartozást Celspán kupát, amely nagyjából 2 héttel a Diák Olimpia területi döntője előtt egy jó felmérőnek számított. Kis helyi versenynek indult ez, és most már elértük azt, hogy nemzetközi versenyünk is van. Jelen pillanatban 262 gyerek nevezett, nem csak Magyarországról, hanem Szerbiából, Ukrajnából, és az erdélyi településekről, Erdélyből is 2 csapat van itt, úgyhogy hatalmas versenyre szükük. Lassan ezt a helyet kinőjük, de bírjuk a gyűrődést. Még egy utolsó egyeztetés edző és tanítványa között, mielőtt elkezdődik a mérkőzés. A versenyre lányok is érkeztek, akik nem csak egymással, hanem a fiúkkal is összemérték tudásukat. Erre szabadfogásban serdülőkorig van lehetőség. A küzdelmek 4 szőnyegen zajlottak a város birkózó szakosztályának legnagyobb sporteseményén, amelynek országos szinten is egyre nagyobb presztízse van. 5 korosztály van, és gyakorlatilag mi is 5 korosztályt versenyeztetünk meg. 3 korosztályt, 4 korosztály teljes súlycsoporttal, illetve a helyi gyerekeknek a súlycsoportját, tehát juniorban és kadettben szoktuk még meghirdetni. A megmérettetésre többen érkeztek Erdélyből is, 7 Korondról, 2 Marosvásárhelyről, 6 pedig Székelyudvarhelyről. Utóbbiak edzője szerint ez az esemény a baráti kapcsolatok ápolása szempontjából is fontos. Mindig nagy szeretettel jövünk ide a Balkányra. Ez az 5. alkalom, hogy részt veszünk ezen a szép és népes mezőnyön. Tehát azt mondom, hogy a gyerekeknek, mivel hogy ez felkészülési időszak, jó kezdés. A küzdelmeket népes szurkoló tábor követte figyelemmel. A tornán összesítésben az ESMTK együttese végzett az élen az Eger és a Diósgyőr előtt a 25 résztvevő csapat közül. A helyiek pedig 3-3 arany és bronz, valamint egy ezüstérmet szereztek. Balkánban egyébként nagy múltja van a sportágnak, a 70-es évek vége óta van birkózó szakosztályuk.